rendezvény vagyunk, és a 10-es Nohabra várunk, ez egy külön vonat lesz, majd Mesztegben megyünk a Létes Fesztiválra. Mikor lett kész egy a két hete? Körülbelül úgy teljesen? Hát körülbelül. Hát körülbelül akkor lett úgy teljesen kész. Majd hogyha tolattak majd hamarosan ki, akkor azt majd fogod, az érdemes lesz felvenni, mikor tol ki a mozdony, mert az amerikai küldtől biztos, hogy meg fogják egyszer készen jönni. Aha. Jön. Jön. Igen. Ne, ez az amerikai. Igen, nem, ez még a sima. Gyerekkori fertőzés, ugye 41 éves vagyok, ő meg ugye 25 éve fiatalabb a fiam, ő meg általad történt fertőzés, tehát ez így. Elsőre apám elmondása szerint még nagyon kiskoromban töztem az első ilyen nohabos élményvonaton, akkor még nem voltam tudatában neki, de állítólag már azt is élveztem, 2 éves voltam, és hát mondhatni, hogy innen ered nekem is a rajongásom ez iránt a Géva iránt. Hévnél dolgozom, de a nohabot azt nagyon szeretem gyerekkoromtól fogva. Gyakorlatilag ennyi. Minden, ami a nohabhoz köthető, az úgy vonz. Az egész úgy kezdődött, hogy a 90-es években a már eléggé nagy ütemben elkezdte sejtezni a nohabokat kidobálni, és akkor egy jóféli barátommal sörözve valamikor 98-ban egymásra néztünk, és akkor azt mondtuk, hogy hát vegyünk már egy nohabot. És akkor egy teljesen abszolút életszerűtlen terv volt. Megtaláltuk azokat az embereket, itt felépítettük azt a csapatot közösen a többiekkel, ami lehetővé tette azt, hogy a MÁV-tól 2001 végén meg tudtuk venni a 10-es nohabot. És ugye a célja egyértelműen az volt a vásárlásnak, hogy a hozzánk hasonló vasútrajongók számára a nohab az egy kézzelfogható, közelről elérhető dolog legyen. Már 80-on túl vagyunk, már 90-en is túl vagyunk. Nekem egy nagy álmom volt, hogy egyszer ilyen nosztalgia vonattal utazzak, meg a nohabot is meg akartam csodálni egy élőben, mert még soha nem utaztam vele. Meg hát Létes Fesztivál, én meg szeretem a Létest, szóval. Ez mindig egy különlegesség, már főleg csak a hang miatt is, ezért jöttünk ide előre egyelőre. Mert egyrészt jó teleheti magát nagyon finom falusi kajával, másrészt meg lehet nézni a Balaton. Hát fürödni azt most valószínűleg nem fogunk, nem is ezért jöttünk, hanem hallgatjuk a nohabot. Nagyon szeretem a történelmet, tehát nagyon szeretem a régi dolgokat. Engem ezért érdekelt. Igazából ilyen kocsiban csak jól érezheti magát az ember. Ez a Kádár úrnak volt a tárgyaló kocsija, ugye van benne egy ágyal ellátott hát lakosztály, vagy ilyen szerényebb lakosztály, fürdőszobával, ezzel utazni is lehetett, tárgyalni is lehetett, és meg is lehetett pihenni. Most nagyon késésen hangzik, de ez az amerikai életérzés. Föl fogsz ülni, és meg fogod látni. Még a vezetőállása is más, mint az újabbaknak, olyan értelemben, hogy máshogy látsz dolgokat, kicsit más a nézőpontod. Igazából én a nohabokba így körülbelül 2 éves koromban szerettem bele a babakocsiból, és egyszerűen azt stresszelt, hogy eltűnnek a sinekről ezek a parádés mozdonyok. Megy a gőzös című dallag, ugye, csak ez nem gőzös, hanem egy nohab. Majdnem átírtuk, hogy megy a nohab Mesztegnyőre, de hát rimmel nem jött, meg hát ez csak is hangszerezve nem volt. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk mi is a Létes Fesztiválon, már csak azért is, mert minket rendszeresen hívnak ide. Ez megérte, aztán a többi az kicsit hosszú, de jó, nagyon finom.